Sokféle játék várta a gyerekeket a Pinnyédi Művelődési Ház melletti füves területen. Ugrálóvár, arcfestés és egyéb ügyességi játékok. A változékony időjárás ellenére a környéken élők szívesen jöttek a programokra. Úgy gondolom, hogy a gyerekek voltak első térben, ugye mint nyárzáró, tehát egy ilyen vakációzáró programnak is tekinthetjük ezt az ideit is. Tehát a kisgyerekekre is gondoltunk, egészen a piciktől, tehát a tipegőktől, az iskolás korosztályig is, akár a játszóház, kézműveskedés, az ugrálóvár, a gézengúz, apróknak való játszóház is várja a gyermekeket, illetve gondoltunk ugye a középkorosztályra, illetve a nyugdíjasokra is, hiszen az operett műsorunkkal már inkább ezt a korosztálynak az érdeklődését tudjuk felkelteni, de a fiataloknak pedig éppen most hallhatják Paku Patriciának a szép énekét, és azt hiszem, hogy itt minden korosztálynak kínálunk műsor. Újvesi Művelődési Ház, amikor átvette a területnek és az itteni Művelődési Háznak az irányítását, működtetését, akkor indítottuk a nyárzáró programsorozatot. Az idei alkalommal is igyekeztünk egy nagyon színes programot összeállítani, hiszen a mai napon zenés szórakozási lehetőség van több fellépővel, valamint átadtunk a nyáron egy füves focipályát, és itt éppen mögöttünk zajlik egy mérkőzés, az etóöreg fiúk fogadták el a meghívásunkat, úgyhogy a helyi csapattal játszunk éppen egy nagyon jó kis mérkőzést. A képviselő arról is beszélt, hogy Pinnyéd dinamikusan fejlődik, csak úgy, mint az egész város. Ennek eredménye Győr egyik legjobb minőségű füves kis pályája. Büszkék vagyunk erre a kis foci pályára, az itt élő igényét hivatott szolgálni, tehát megkerestek a választási kurs elején, hogy sokan járnak ide focizni, és nincs a környéken elérhető ilyen sportási lehetőség, úgyhogy valóban egy füves, egy öntözési rendszerre ellátott, egy nagyon korszerű pályát építettünk, egy kézzelméretű pályát, úgyhogy azóta, hála Istennek, itt folyamatosan lehet látni sportolókat, és ami még nagyobb öröm, sportoló gyerekeket és fiatalokat egyaránt. A gulyás is jól fogyott, az egytál ételről a komédiás étterem gondoskodott, és a gulyáspartiból származó bevételt a szervezők a Gézengúz Alapítványnak ajánlották fel.